Üdvözlök mindenkit! Hát a következő mod, e betűnél járunk, alfabetikus sorrendben próbáljuk ugye tesztelni a modokat, és az End Z, hát nem tudom, a zombik vége, vagy a, nem tudom, mindegy, End Z, gondolom a Z a zombit jelenti, és hát tényleg úgy néz ki, mint ahogy az index képet is kitettem, tehát ugye ez innen lett kivéve, mert hát ugye a modoknak elég nehéz, hát olyan indexkép, vagy olyan képet találni, ami a modról szól, de hát ez a fő menü, ez elég jellemző rá, mert tényleg vannak ilyen világító zombik menet, de ne is nézzük tovább, hogy sapjunk bele. Azt írták, hogy először is, hogy vannak ezek a saját, vannak ilyen saját mapok, hogy ezt ajánlják, hogy ilyenek legyenek. Hát nekem szerintem jó ez a 6000-es, nem arra, hogy teszteljük, ezt levesszük, hogy ne látszódjon. Azt mondja, hogy én hát nem is tudom, hogy ezeket jó, tök teljesen mindegy, maradhat. Airdrop az marad, azt mondja, hogy én itt annyi, hogy ezt bekapcsolom, és már szerintem nyomhatjuk is. Vannak, hát akkor egy kicsit még, amíg beindul, addig beszélek róla, hát már legalábbis amiket írtak róla, a hivatalos leírásban. Elég sok mindent írtak, tehát sok minden változott benne, hát vannak benne például NPC-k is, akiket fel lehet bérelni, azból is különféle fajtájúak. Vannak újfajta épületek, például itt is látunk egyet, de ott nem, hát én nem nézegettem ezeket végig, de láttam egy felsorolást, hogy könyvtár, meg a fene tudja, mint szóval sokféle új épület van. Van rengeteg sok újfajta zombi, tehát azokból is, hú, azokból is vagy 8 féle, már úgy értem, hogy van, amelyik sugároz, van, amelyik, mit tudom én, ilyen, olyan, nem olyan, így sugároz, úgy sugároz, na de amik viszont érdekes dolgok, hogy ezek a biomokkal kapcsolatban, hát először elvileg letesz minket, azt írta, hogy letesz minket egy, hát egy erdős részen, tehát egy zöld területen, ugyanis a havas terület az ott szó szerint megfagy az ember, tehát oda nem, hát oda megfelelő védőruhába kell bemenni, ugyanúgy a sivatagi részbe is, hát ott meg hőgút átkap, oda is megfelelő védőruhába lehet bemenni, illetve hát a sugárzó terület az meg sugárzó, tehát oda meg megint csak megfelelő védőruhába, tehát kezdőknek nem ajánlott oda bemenni. Na de viszont, ha itt maradunk, itt is, hát rengeteg sok újfajta élménnyel találkozhatunk, a zombi kutya máshogy néz ki, és a többi. Viszont az, ami nagyon fontos dolog, hogy hát ilyen a 28 alfával később emlékeim alapján jött elő, hogy hát úgy kezdődik, hogy már fertőzöttek vagyunk, és ez a fertőzöttség soha nem is fog elmúlni, hanem ez folyamatosan ugye növekszik, illetve lehet csillapítani, és hogyha eljut különféle fázisai vannak, eljut a 100%-ig, akkor meghaltunk. Most ezeket lehet egyfajta szérummal, amit így hát össze kraftol az ember egy ilyen kis kütyüt, olyan, mint ez a pára készítő, vagy pára le, hát ez a víz tisztít, vagy micsoda, víz készítünk, ugye ez, ami a párát lecsapolja, ugye, tehát egy hasonló elv alapján, tehát hogy leteszünk egy ilyet, és akkor ez a szérum, ez úgy valahogy magától készül, szóval így viszonylag ilyen értelemben egyszerű, csak hát magát ezt a kis gépet kell valahogy megalkotni, tehát le is tettek minket itt a zöldbe, és úgy kezdődik, hogy kapunk egy táskát. Állítólag ebben, hát én nem tudom, ebben állítólag benne van minden alapvető dolog. Én ezt beleléptem tegnap ebbe, és most én ezt felvettem, vagy mit sem. Egyszer, ja, hogy equip, azt csak letette nekem ide. Hát én megmondom nektek, hogy nem tudom, hogy ezt hogy kéne. Állítólag benne van minden kezdő kezdéshez szükséges dolog, ezt írták. De én amikor próbáltam ezzel valamit csinálni, akkor se tudtam. Hát ugye maximum ledobni tudnám, ha ide átteszem. Hát akkor equip, vagy ledobom. Hát dobjuk le. Hát én nem tudok valamit csinálni. Akkor dobjuk le. Viszont
így meg visszavette ide. Tehát egyszerűen nem, ezzel nem tudok mit csinálni. Állítólag benne van minden a kezdéshez szükséges dolog, de nem tudok vele mit csinálni. Tehát se... Hát nem tudom kinyitni. Hogy francba kéne kinyitni? Jobb egér gomb, bal egér. Hát itt van, tehát nincs olyan, hogy kinyitom, és nincs egyszerűen. Ennyi van, ide leteszem, és ha így, akkor én ezt leteszem a földre, és letettem a földre, akkor meg nem csinál semmit, tehát nem tudom kinyitni. Nem tudom, hogy kéne kinyitni egy ilyen táskát. Nagy baj egyébként, nem tudom, ezt már tegnap kipróbáltam, este ugyanezt csinálta, és... Szóval a starter backpackom az nem tudom, vagy valami miatt bugos, nem tudom miért, de ez itt marad nekem. Nem tudom, mi a franc baja van. Úgyhogy, hát nézzük akkor a backpack nélkül, mint nekem most egyszerű dolgom van, mert egyszerű dolgom van. Ugyanis be is nyomom ezt. Hát direkt hagyom egy kicsit a fertőzés miatt, látjuk, hogy így emelkedik, akkor én direkt nem nyomom be a God módot, bár valóban át kéne majd repüljünk, szóval mindenféleképpen kellene majd. Azt mondjuk, rapszoljunk egy bedrollt, azt akkor én... Azért, hogy ne kelljen már füvet szedjek, akkor lekraftoljuk a bedrollunkat. Le is rakom. Továbbra se csinál semmit. Nem tudom, ez a starter backpack, ez bebugolt. És nem csak most mondom, ezt én kipróbáltam este, hogy működik-e, ugyanezt csinálta. Na, akkor small stone, akkor nézzünk. Nekem már keresgélni, akkor itt van a kő. Hát már készül, ja nem, bárjátok, ilyen nem fog kelleni, mert ilyet gyártanunk kell majd. Akkor kell nekünk olyan, hogy clay. Nem jó írtam. Kellni fog nekünk clay. Hát ez alapküldi, ez kell csak. Ja, wood. Wood, hát ez mindennek az alapja, a wood. Na jó, megvagyunk. És akkor most van az, hogy csinálunk egy campfire-t. Okay. Jó, és a campfire-en belül kell, hogy csináljunk 20 darab szenet. Hát ugye ezek... Na várjunk, mi kell... Ja, nem tettem bele, várjatok, ide nem tettem bele fát. Jó. Tudom, hogy miért nem akar. Tehát akkor csináljunk 20 darab szenet. Hát nyilván ahhoz is fa kell. Most nekünk valószínűleg ebbe a starter pakba lett volna, gondolom, valami, hát ugye clay kellett, tehát akkor egy ásó, meg egy kis kőbalta, vagy valami, vagy csinálni kell előtte, én nem tudom, mert az a starter pakba elvileg azt írták, hogy van benne minden, amire szükségünk van, hát csak éppen nem tudtam megnyitni, az nagyon állat. Na és akkor következő, kraftoljunk cobblestone rockot 20-at. Oké. Okay. Akkor ezt is lecraftoljuk, mert az alapküldinek a része. Ugyanis lesz egy újfajta fegyverünk, vagy nem is a... Nem, hát újfajta persze a fegyver, de egy újfajta anyag, ez a Moonrock nevű anyag. Látjátok ezt, hogy kéne csinálni? Moonrock, ja. Érdekes, hogy ezt még nem adta ott be nekünk felül. Na mindegy. Van egy másik fajta ilyen... kőfajta, ez a moonrock, ebből készülnek általában úgy, hát ugye normál, vagy hát ilyen újfajta fegyverek, tehát a kőbalta is, csak ehhez moonrock kell, nem tudom még mikhez kell, tehát több mindenhez kell ez a moonrock, ez egy talán erősebb egy kicsit, mint a sima macska kő, és akkor kraftoljunk egy moonrock axot. Oké. Okay. Jó, és meg utána azt hiszem egy Moonrock ásó, azt hiszem ásó is lesz, ja. Jó.
Jó, tehát ez egy újfajta kinézetű, és akkor igen, még most jön még egy show-vel is hozzá. Jó, és akkor elvileg azt hiszem, úgy emlékszem, hogy ezzel vége is lesz így az alapküldnek. Hát újfajta, és hát viszonylag gyors. Ez, most én ezzel fogok tudni harcolni, mert hogy lehet, hogy az alapküldizébe, starter pakba valami van, de nem tudom. Ja, és akkor kaptunk, van ilyen NZ coin, ez felváltotta azt a régi coint, ami ugye volt a hagyományos játékban. Tehát most ez a pénz, ez mindenek a pénze. De show, ja, most nem tudom, de már legyártottam, csókolom, nehogy már még egyet kelljen gyártani. Ez miért írja még itt? Legyártottam, itt van a kezembe. Jó, ezt nem értem, nem gyártunk le még egyet. És akkor el kell menjünk a traderhez. Hát azért mondtam, hogy itt én szerintem megpróbálunk, ja, tudunk így repülni, hogy nem vagyunk guard módban, azért repülni tudunk, meg eljünk a traderünkhöz. Oké. Én azt vettem észre, hogy azt vettem észre, hogy egy nagyon picit néha akad, vagy már most is azt éreztem, hogy így lehet, hogy túl sok a növényzet, vagy lehet, hogy valamin kéne majd finom hangolniuk, mert egy kicsit olyan fura volt. Na, a traderekről még annyit, hogy nem védettek a traderek, tehát ugye nem védett, és viszont nem is zárnak be soha. Tehát nincs egy, de bármikor lehet éjjel-nappal jönni, csak éppen nem lehetetlen, hogy hátba vág egy zombi. Jó, na és akkor megnézzük, hogy mi van nála. Hát úgy nagyjából hasonló dolgok, mint ami szokott lenni. Nem nagyon akarok ilyeneket dolgozni, mert fegyverem sincs. Vagy hát ez van csak. Úgyhogy nagyon nem vagyok eleresztve. Jó. Igen, folyamatosan kiírja, egyes szinten vagyok, ugye a bal alsó sarokból is így változott ez a kis kiírás, de azt látjátok. Azt nem tudom, miért folyamatosan írkálja, hogy amit mondtam, a különféle 63 biom, és hogy melyik mit okoz, holott nem ott vagyok, de nem tudom, miért kell azt írkálni. Megnézzük, hogy is vagyunk. Hát ugye ezek. Jó, és akkor most itt vagyunk 2,2 szinten. Hát szerintem felesleges is becsukni. Hát várjunk már, hol van itt a város? Ja, erre. Akkor jó irányba néztem. Jó, hát ugye nincs fegyverem. Lehet, hogy a starter pakba lett volna valami, én nem tudom megmondani, de hogy most nincs, az biztos. Ja, na és akkor tényleg, hát nézzük meg a lényeget, mert aztán közben beindult a játék, és na most, hogyha én akarnék csinálni egy íjat, amit szoktam csinálni íjat, ugye? Direkt nem addoltam be. Szóval, lehetne csinálni íjat, de kell hozzá szérum. Lehetne csinálni Food and Clubot. Ugye megnézzük. Nem jön valaki. Akkor ő vele elbeszélgetünk. Nézzük, 137. Nézzük, hogy nagyon kicsiket sebez ez a vacak, de hát nem tudok mit csinálni, mert nincs más. Nem tudok mit csinálni. Jó, gyorsan tudok ütni, viszont nem akarom, hogy megüssön. Egyet kinyírtunk. Na, de lehet, hogy ahhoz egyébként egy kicsit feljebb repülök már, hogy ezeket el tudjam már mutatni nektek. Szóval kell hozzá egy szérum. Na mondja, megnézzük, a szérum az micsoda, de például, hogyha megnézzük, ezt a klubot akartam az előbb beírni. Szóval van egy újfajta, tehát nem az a Wooden Club, hanem van ez a Moonrock Club, amihez ugyanúgy Moonrock, Wood és szérum. Tehát általában szinte mindenhez kell a szérum. Na de mire is jó ez a szérum? Ez kérlek szépen, gyerekek, elmondom nektek. Ezzel, amit mondtam nektek, hogy ilyen szérum kollektor, tehát olyan, mint a
páragyűjtő, ugye, csak ez szérum kollektor, ezt az ember leteszi, és akkor ugyanúgy szépen van három ilyen kis csík, mint amikor a párát gyűjtjük, és akkor szépen így megtelik, és lesz belőle szérum. Na de nincs még, mert hogy hát kapásból azért nincs, hanem megnézzük, hogy mi kell hozzá. Hát ehhez el kellene jussunk, hát azt hiszem igen, én azt hiszem, hogy meg kipróbáltam, azt hiszem 5 könyvet kell összeszedni hozzá, hogy tehát 5 first aid-es könyvet kell összeszedni ahhoz, hogy tudjak ilyet csinálni. Na most ez a szérum vinné le a mi fertőzöttségünket is egyrészt, na de egyébként még mi a logika ebbe, hogy miért kell nekem az íjba is beletenni, meg ezekbe a ütőeszközökbe is miért kell beletenni a szérumot, azért kell, mert ezt úgy elképzelés szerint, ugye a leírás szerint ez úgy van, hogy ezzel bekenem az eszközöket, ezt is, ugye, ami a kezemben van, és ezáltal előfordulhat olyan, hogy akit én megütök, vagy meglövöm az íjjal, vagy értitek, akkor az, hát az zombiból ellenszert kap, ugye, és akkor visszaváltozik emberré, vagy valami ilyesmi, nem tudom, gyerekek, valami ilyesmi a logika, tehát ezért kell beletenni ezt a szérumot ezekbe a dolgokba. Úgyhogy lényeg az, hogy van szérumunk, illetve nincs, de kéne, és azt kéne szerintem nekem fogyasztanom is, azt, ami nincs, illetve az eszközöknek a készítéshez, és ezért nem tudok csinálni magamnak. Na most ennek a sebzése így alapból, hát 4, vagyis ezért van az, hogy pff, hát gyerekek, semmi. Alig van ereje ennek a kis izének, ja, megnézzük azért, viszont pontjaim az nagy valószínűséggel, ja, van 10 pontom, viszont így kezdtük a játékot, hogy adtak 10 pontot, csak hát mivel most itt ütlegelés zajlik, hát akkor én nem tudok mit tenni, én ezeket feltolom, csak hát viszont most az a kérdés, hogy hát mivel ütök, mert most ha én ezzel ütök, akkor valószínűleg, hogy erre kéne tegyek, mert ez növeli meg, bár lehet, hogy nem, mert hogyha én erre teszek, most ki, nem tudom, tehát itt azt mondja, hogy itt ad nekem esélyt esetleg, hogy leszakítom a fejét, hát túlokkal és az eszközökkel, mert most nincs még ilyen baseball ütőm se, szóval, mert most, hogy a baseball ütőm lenne, akkor ugye erre tennék, de hát így ilyen fejszével sose szoktam ütni őket, de vagy hát így különösebben nem, de ez most én szerintem, hát ez a staminát, igen, a vesztés csökkenti. Block damage 30%. Megnöveli a tool damage-et 10%-kal. Most ezt lehet úgy értelmezni, hogy a zombikra mért. Hát kipróbáljuk, jó? Mert azt hiszem 4 volt, ugye? Én úgy emlékszem, hogy 4-et láttunk, akkor én erre teszek pontokat, mondjuk. Mennyi van még? Még ennyit tettem rá, és akkor most megnézzük a... Hát Melly Damage 4, nem változott semmi, tehát egy nagy frászt értem el vele, de semmi mást. Jó, szóval kellene nekem 5 darab ilyen... Mi a fene könyv? De hát azt jó kérdés, hogy hol lehet ilyen könyvet szerezni? Itt elmentünk ilyen útszéli valamik mellett, nem tudom. Ez valami kis álmos kis, nem megyünk el egy nagyobb városba? Nem. Vagy mindegy nekem már, hogy hol vagyok? Mondjuk ez a saját mapja, azt se tudom, hogy egyáltalán itt van-e nagyobb város. Hát mindegy, akkor maradjunk itt, mert tényleg nem tudom, hogy tervezték ezt a... Jaj, ez itt egy zombi kutya. Na így néz ki a zombi anyád. Erről nem volt szó. Vissza, lejövök, azt megöllek, mert ez így nem jó. Hát igen, így azért nem tudom, hogy mondom, a starter pakban mi lett volna benne, de így ezzel a zombi kutyával nem érdemes God mode nélkül verekedni, mert megesz. Tehát hát ebből hány ütés kell, hogy ez elpusztuljon? Hát igen, ez most elpusztult, úgy tűnik.
Jó, elég bénán pusztult el. Szóval nem igazán tudom ezt így, hogy tényleg abban a startupokban mi lett volna. Lehet, hogy lett volna benne olyan, ez most elég hülyén pusztult el ez a kutya. Szóval lehet, hogy lett volna olyan dolog, amivel meg tudom magam védeni, de hogy most így nem volt, az biztos. Úgyhogy így ebbe a for, az is lehet, hogy lett volna benne szérum is. Nem tudom, mi volt benne, vagy mikének kellett volna legyen benne, de így ebben a formában esélytelen egy ilyen kutyát megölni. Mert normálisan mondjuk van egy zombi kutya, annak tegyük fel az ember rács, lehet, hogy megharapja, de mondjuk kettőt, hármat rácsap az ember, és akkor azért azok úgy megpusztulnak, de ez nem. Tehát ő azért nem így. Csak azon vagyok, hogy el kéne menni valami nagyobb városba, mert itt tényleg csak megyünk, de semmi olyan dolog nincs, ami vásárolva. Megyünk be a kis falusi részbe, és az nem igazán, hát nem tudom, próbáljunk valahol keresni. Arra megy például egy út. Szerintem próbáljunk. Az bemegy. Ja, ez egy nagyobb város, vagy nem nagyobb? De nagyobb. Ott már sivatag. Oda nem megyünk a sivatagba, viszont ez egy kicsit nagyobb város. Akkor letesszük itt magunkat ebbe a nagyobb városba, és akkor itt esetleg szétnézünk. Hát nem tudok fegyvert csinálni. Tehát ugye sima wooden klabot se tudok csinálni, mert hogy olyan nincs, ami lenne, ahhoz meg kell a szérum, és ugye szérum meg nincs. Ami lehet, hogy mondom a startupokban lett volna, de most per pillanat nincs. Úgyhogy így meg nem igazán sikerül megvédeni magunkat. Hát jó, én most nem is foglalkozok ilyen fegyverlőszer. Merre van itt a belváros, a francokat már hamar szálltam le. Hát mert ez itt a nagyon a külváros. Hát ez lenne, nem? Ez lenne szerintem a... Ez lenne itt a belváros, ja. Hát ennyi. Ennyi a belváros. Hát igen, ez így növekszik, ja most nem növekszik, mert rám benyomtam itt az örök életemet, de amúgy ilyen növekedne, na, csinálok, rossz gombot nyomok. Szóval így megtalálni, ez a kutyából jött ez a sok izé, szóval így megtalálni mondjuk egy, jó lenne mondjuk egy gyógyszertár például, vagy például ilyesmi. De ennek is, hát ennek is sem megyek ezzel, hát mire ez, ennyi az életed, 300, 400, hát erre fú, mennyit rá kéne üssek, hogy ez megpusztuljon. Ja, itt van egy, ja, és mindent így valahogy ilyen világítósan mutat, hát nem mindent, mert például ott jön a zombi, azt nem mutatja úgy, de például az állatokat így mutatja. Aha, na ez honnan jön? Vannak NPC-k, akiket fel lehet bérelni, hogy jöjjenek velem. Itt jön. Szerintem nem... Remélem nem engem lősz. De lehet, hogy engem lő. Aha, de ez engem lő. Igen, akkor vannak banditák. Ő egy bandita akkor. Nem tudom, és hogyha... Például ezt nem akarom már megölni, de bár végül is meg lehetne, csak... Ha ő is üt, amúgy. Meg még lő is. Vissza gyógyulnak amúgy. Tehát a 242, tehát... Jó, nagyon jó egyébként, hogy még ő is engem öl. Szóval ez nagyon, nagyon barátságos. Na, ott van egy fa bácsi. Ez már valami mutáns, hogyha meg... Nem, még 157, nem olyan nagyon vészes, de az már viszont igen. Az már viszont igen. Az igen, ez mondjuk, ez már 700.
Az már igen. Na és akkor öljem meg. Ez nagyon jó. Öljed őket, fiam. Öljed őket, mert én nem fogom tudni. Hát mondjuk meg tudom, mert örök élettel, de most őszintén így nekiállni egy ilyennek. Hát, és megütt, tehát nem tudok úgy menni hátra, hogy ne üssön meg. Tehát ezt így normálisan egy ilyen az kinyír, mint a... Tehát nem tudok vele mit csinálni. Most én jó, persze nagy nehezen így kinyírom, de esélyem nincs egyébként megölni. Hát őt még talán, mert ő neki nem olyan nagy. De ezt? Ezt? Hogy? Van még egy emberünk. Te ki vagy? Te, remélem, hogy te a barátom vagy, mert téged felbérellek mindjárt. Mondjuk nem biztos, hogy feltudlak. Mi ennek a level? Ja, ez ilyen felébredt. Ja, az is téged lő, hello. Lőd már le. Én is jövök. Besegítek. Igen, bandita Jasonnak eltűnt a feje. És ad valamit. Sikerült valahogy lelőni. Gyere már, beszéljünk veled meg. Hát nem jó, mert jönnek. Tehát így gyerekek, hogy nem lehet semmilyen fegyvert csinálni, ez így nagyon érdekes. Tehát így, hogy harcoljon az ember, nem tudsz mit csinálni nagyon. Gyere veled meg, Dumi, az, nem, Tomi. Be van bugolva ez is. Mutatja, hogy E betű. Oh, Tomikám, foglalkozzál már velem egy kicsit. Jó, az E betű gyerekek, és semmi. Hogy? Hogy vannak ezek a dolgok? Tomi. E betűt nyomom, és semmi. Beszéljek Tomival. Nem akar. Gyere már, Tomi, fiam, na végre. Fú, gyerekek. Hát 3500, az nincs, azt hiszem 500-an van összesen. Vagy mennyit kaptunk? Nem, 1000-et kaptunk. Nincs annyi, nem tudlak felbérelni. Itt fogunk meghalni. Bár mondjuk nagy rohadék leszek, mert... Tegyük fel, hát hogyha már ennyire csal a rendszer, hogy így kéne éljek, akkor... Akkor gyere, mégiscsak felbűrölni, már megint nem hajlandó. Na végre. Na gyere akkor velem, és akkor legalább kipróbáljuk, hogy milyen az, amikor kövess engem. Ó. Na végre. Akkor menjünk be ide a gyógyszerészeti mi a fenébe. Vagy csak higgyük el, hogy összeszedem, mert most ez nem tudom mennyi idő egyébként itt összeszedni, meg lecraftolni, de... Ah, mindegy. Lehet, hogy egyszerűbb, mert tényleg ezt mire összeszedem ezeket a könyveket. Meg is nézzük majd, hogy mi kell hozzá még egyszer. Illetve nem is, még nem is néztem meg, hogy mi kell. Ja, ez majd, ehhez végül is nem kell olyan sok minden. Oké, tehát hát de mondjuk, mert tehát mire egy ilyet legyárt az ember, azért ahhoz már kell, hogy legyen kohó, meg bányászkodás, mire forged iron. Nem első nap lesz ilyen az embernek, szóval nem tudom igazából a szérumot, azt honnan lehet úgy gyorsabban beszerezni, lehet, hogy adott a starter pakba, nem kétlem, nem tudom, de hogy egy ilyet, ezt a szérum kollektor nem lehet lerakni egy hamar, az valószínű, tehát ez így nem fog menni. Akkor viszont én most kipróbálok egy ilyet, de többit eldobom. Lerakunk itt egy ilyen kollektort. Tegyük fel, legyártottam. Na, és akkor így elkezd nekem kollektálódni a dolog, és akkor ez fog majd nekem úgy szérumot adni, hogy például itt van a szérum, és ezek után viszont már fogok tudni csinálni ilyet. Csinálok ilyet. Meg spear is van. Hát... Lehet, hogy Moonrockon
Ja, az nincs több, akkor még azt is kérjünk egy kis moonrockot, és akkor csinálunk magunknak egy spear-t, megnézzük már, hogy melyik mennyit csinál, illetve ezt is megnézzük, hogy ez, hát fertőzés 15%-ot levisz, tehát rendben van, hogy most igen, felmegy a fertőzöttségünk, de végül is az meg elég sokat levisz utána. Ezek itt, a Spear, a Wooden Club, na ezeket ide teszem már magam elé. Jó, tehát ennek viszont most a sebzése 16, hát ahhoz képest, hogy ennek 4, ennek meg 16, 11. Hát csak némi esélye mondjuk van az embernek már, hogy mondjuk tud valamit kezdeni, meg hogyha egy ilyet fel tudok bérelni, de hát ahhoz, hogy ilyet felbéreljek, ugye ahhoz is nekem küldizni kell, vagy valamit, tehát hogy pénzt gyűjtsek rá, hogy egy ilyet, és hát akkor ott vannak a banditák, mondjuk az elő legfeljebb elszalad az ember, hogyha látom, hogy engem lő. Várjunk, itt akartam. Ha itt akartam, mert van 2 pontom, akkor viszont most ráteszek már erre. Mert ezzel viszont ez egész biztosan növekedett. Mondom, egész biztos növekedett, 16. Hoppá. Jó, akkor az várja már, hello. Az ott mi az a... Pont át akartam csapni éjszakára. Hát ez mi? Ez egy kis cukorfalat, sugárzó, és nem ám lassan megy. Az anyádat. Hú, mondjuk nem sok élete volt, vagy hát így, hogy ő is besegített, de azért piszok gyorsan jöttem. Na jó, menjünk át éjszakára. Nézzük meg, mi van éjszaka. Első nap éjszaka. Hát nem tudom, gyere, nézelődjünk. Keressünk ellenfelet. Kik járnak itt éjszaka? Lőhetné a párat, mert én nem tudok. Ja, ott jön. Mondjuk a sivatagba ne menjünk azért át. Ez itt micsoda? Bari bárány, asszát. Be. Igen, ezzel azért nagyobbakat tudok ütni lényegesen. Az igen, kinyíltan. És hát ugyanúgy, ahogy van, hogy 100 méteren belül. Aha, azt néztem, hogy itt van egy ilyen ja, itt már sugár, itt kezdődnek a sugárzók. Gyere elrébb, mert itt van egy gizmó ennek már. Aha, hát megy lefele szépen. Nem én ütöm le. Aha, de ő is lecsapálva engem. Éjszaka azért nem olyan nagyon jó így kint éjszakázni. Nem annyira jó itt kint éjszakázni. Éjszaka előjönnek ezek az erősebb gyerekek, és az ember itt áll egy ilyen kis alig ütőeszközzel. Hát így még, hogy ketten vagyunk, még hagyján, de hát én mondjuk így is, hogy én nem tudom csak ütni őket, hát így aztán. Ork. Hát nagyon jó neve van. Hát némileg egy kicsivel több esélyem lett, hogy most már ez az ütőeszköz nálam van, de amúgy, ja, hát amúgy egyébként így se sok. Jó, hát jó, megnéztük, oké, szerintem. És akkor ott tekerjünk oda még egy hordára, hogy hord, akkor esetleg mi változik itt? Hát mondjuk legyen ez. Igen, csak itt már. Na, ez milyen asszony ez? Csak ugye ez már egy olyan sprintelősre vannak állítva. Némileg van egy
picibe, parányival több esélyem van, megölöm őket. Vannak ilyen új karakterek. Hogy mit adott volna? Hát igen, mert semmi védelmem sincs egyébként, még ez se egy nagy valami egyébként, de... Hát itt állok amúgy még tökre pucéra, úgyhogy semmi védelmem nincs. Jó. Inkább az, hogy már nem is a horda, mert addigra az ember esetleg elbújik valahova, csak ugye egy sima éjszaka, hát sima éjszaka is itt jönnek, első nap éjszaka jöttek ezek a világítósok, szóval onnantól aztán hát vége, nem sok esélye van az embernek így kint tekeregni. Hát arra, hogy egy ilyet felbéreljünk, az ugye megint egy hát idő, tehát minden idő, ez a szérum gyűjtő, hát az is én nem tudom mennyi idő. Rengeteg sok. Na nézzünk még akkor, hogy ja, itt a hord, illetve ezt visszateszem már, mert úgyis szerintem így vége van a alacsony szintű vagyok, aztán szerintem vége is volt ennek a hordának, így ennyi volt. De megnézzük, hogy esetleg valami hát ez mi a franc? Jézusom! 2600, hát így nem is tudom. Az a... És nem lövi, tehát akkor ez mind nem ellenség? Vagy miért nem lövi? Jó, mindegy. Jó, oké. Jó, oké, Boss Grace, nem érdekel, ér... Ez a... Nem a kis bárány, vagy le... Mit tettem le? Ja, nem. Az mi a franc volt? Jaj, de kis cuki. Ő az ellenség volt, ezek szerint. Jó, ezeket hagyjuk. Szerintem hagyjuk. Apokaliptikus Batlekár. Ú, ezt megnézzük. Be tud ülni mellém? Nem. Lőni tudok belőle? Nem. Nem hiszem, de jól néz ki. Az még jó lenne, hogyha lehetne lőni belőle. A kis rost dobogja, már festék nem telt, hogy le is fessük. Ja, hogy ez egy ilyen darus autó. Az igen. Jól néz ki. Ez az lőd le, csak ne bújjál már ide hozzám, mert nekem dolgom van. Ez volt a krén, apokaliptikus buggy. Mondjuk ezek jól néznek ki. Azt mondja, ez mi? És egy... Hát az ott belül vagyok valahol, nem látszódom. Ezek nagyon jó pofák, ezek az autók. Versenyautó. Bele se ülök itt mindegyikbe. Truck. Szerintem ilyet nem néztünk még. Vagy igen? Jól néznek ki. Hát kár, hogy ezeket a fegyvereket onnan nem lehet használni, vagy nem tudom, hogy lehet-e, de nem tudom. Ja, nem tudom. Ez is valami. Még egy versenyautó. Hát most már végignézzük, ez is. Opa! Ja, hát ezt nem sikerült. Rossz kutyát választottunk. Hát azért ezzel egy... Most mennyi volt? Jó, lehet, hogy ő is lőtt bele, de tényleg egy három ütés. De hát ezzel mit kellett itt mókuskázni vele? Ez... Na akkor... Hát mi? Ja, ő is. Ő is szerintem bánt minket. Ez elég bénán csinálta, nem volt egy
Ez mi? Oh. Azt a mennyiféle autó, nagyon jó pofák. Camaro. Ha. Giant Snake szerintem ilyen volt, amelyik, amik az előbb találkoztunk vele. Hát ez nem tudom mi, ez már ez valami nagy Feral. Ilyet még nem láttunk szerintem. Hú, hát azért van ám felhozatal. És fegyverekből megnézzük, hogy ezt még nem itt kéne. Megnézzük, hogy esetleg, hát lapozzunk szerintem lefele, vagy várjunk, tudok egyáltalán lapozni? Vagy nem? Lehet nem tudok lapozni. Az úgy... Ja de, hú, de akad. Lehet, hogy ez a legnagyobb baj, hogy így hiába görgetnék. Én nem tudom, mit csinál, de akad az egész, hogy nem akarja azt csinálni, amit... Itt van egy starter backpack, hát mindjárt megnézzük, hogy és ha most lerakok egy ilyet, tudom nyitni? Nem. És ha most, de azt is csak ledobni tudom. Jó, oké. Tudok vele mit csinálni. Jó, nem tudok vele mit csinálni továbbra se. Screamer totem. Ezt gondolom, hogy lerakom, akkor... Nézzük már, hogy... Ja nem, ezt felvettem. Lerakom. Várjunk. Ezt visszaveszem, mert... Ha megnézem, mire való egy ilyen... Valamit... Szóval rakjuk le a szavakat, és... Jaj, hogy hívjuk a non-stop screamert. Hát én gondoltam, de... Jó, leraktam. Ennek ellenére mondjuk nem jön. Ilyen mazoistáknak, aki szeretné éjjel-nappal screamerek jönnek. Most görget. Ne, csak eddig. Ne, már tovább nem görget. Ó, nem már. Na nézzük úgy, hogyha beírok, hogy ammo, akkor... Hát különösebb ilyen, különösebb... lőszereket nem látok. És hogyha azt mondom, beírok, hogy pisztoly, mert nem tudom, hogy... Hát abból se látok. Vagy dehogy nem. Instant, ja, instant, de ez a hagyományos. Ez meg... Ja, vibránium pisztoly. Igen, ez is egy újfajta. Na, ezt megnézzük, mi ez a vibránium pisztoly. Nem tudom, milyen lőszer kell bele. Ja, van benne lőszer. Jó. Akkor kipróbáljuk rajta. Belekötöttünk, de meg vagyunk gyújtva. Ez nem egy barátságos lény. Hát de nagyon picit megy ám le. Hát én nem tudom. Vibránium ide vagy oda. Na jó, akkor most megnézzük a instant pisztolyt is. Mert akkor ez így nem megy. Jó, ez így nem megy. Élsz még? Hát... Na, keresünk már egy rendes ellenfelet, akit... Mert ez egy kicsit nagyobb volt, mint amit elvárhattunk volna. Keresünk már egy másmilyen ellenfelet, hogyha nem keresünk, akkor milyen lerakok, mi lehet egyszerűbb úgy. Rakunk le egy olyat, hogy... Rosenbow, ez jó lesz. Na nézzük, van még nagyon kevés ilyen lőszerem. Hát, nem az igazság, hogy én lőttem ezt le. Ja, csak leszakadt a feje, mázlinkó, de amúgy nagyon sokat nem vettem le azért, hogy... Igen, nem tudom, milyen lőszer való bele, milyen az a lila vacak. Hát nem dobtam el az agyam ettől a pisztolytól, mondjuk. Hát igen, az, hogy fejlővést kapott és leszakadt, de amúgy az élete nagyon lassan ment le. Hát jól van, gyerekek.
nem is tudom, mit gondoljak, hogy most ezek bugok, hogy egyszerűen nem lehet ezt a starter hátizsákot kinyitni, vagy nem stimmel a valami modverzió valamivel, vagy nem tudom micsoda, de ővele is alig tudtam beszélni. Mutasd meg az inventory-t. Ja, ő bele is tudok pakolni. Oké. Okay. Csak hát ilyen kicsit furi. Lehet, hogy csak nálam csinálja ezt, és lehet, hogy valami összeakadt valamivel. Minden esetre, hát érdekesek ezek a lények. Jó, nem is akarok semmit hozzáfűzni, mert azért láttuk, hogy vannak. Éjszaka az mocsok veszélyes, de így nappal is. Hát egyszerűen így ebben a formában, ahogy voltam, hogy egy szál ilyennel kellett így harcolni, aminek most... Ja, igen, mert nem lát, igen. Tehát, hogy ennek valójában négy a sebzése, hát így nem tudom. Szóval, és ugye nem tudok egy íjat se csinálni, mert az is le van nehezítve. Hát szóval, én azt jobban el tudtam volna képzelni, hogy csinálj egy rendes íjat, hogy meg tudjad magad védeni, és majd, hogyha arról van szó, akkor mondjuk tegyük fel modként, vagy valami, mondjuk egy ilyen szérumot bele lehessen tenni, és akkor már amolyan lenne, de szóval így, hogy nem tudok semmit, és akkor ott a sikítós közben megjött. Mondom én. Ja igen, mert ott hagytam azt a vackot, és csak jön a sikítós. Aha. Jó, hát az, ami már nem foglalkozunk. Jól van. Hát, szerintem ez most ennyi, és majd folytatjuk legközelebbi másik moddal. Mindenkinek szép napot. Sziasztok!